Üdvözlöm a kedves nézőket! 2018. április 2-a és április 15-e között történt balesetekből kiemelnék néhányat. A rendelkezésre álló adatok alapján 2018. április 9-én 9 óra 15 perc körül egy 41 éves kiskörösi lakos az általa vezetett Kia Sorentoval Kiskörösön a Petőfi Sándor út 101 alatti kárvas autómosóból az 53-as számú főút irányába közlekedett. Kihajtás során az elsőbségadás kötelező jelzőtábla utasítása ellenére nem adta meg az elsőbséget a kerékpárúton, Soltvadkert felől érkező 48 éves kiskörösi lakos által vezetett Simpson segédmotor kerékpárosnak és összeütköztek. Az ütközés következtében a segédmotor kerékpár vezetője az aszfaltra esett, és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A rendelkezésre álló adatok alapján április 11-én 13 óra 15 perc körül Soltvadkert lakott területén a Kossuth-Lajos utcán közlekedett Kiskörös felől egy 57 éves soltvadkerti lakos az általa vezetett Mercedes Viano típusú személygépkocsival. Haladása során a Kossuth-Lajos utcáról a Deák Ferenc utcába történő balra kanyarodásakor a személygépkocsi elejével a Deák Ferenc utcán a Kossuth-Lajos utca irányába közlekedő 51 éves soltvadkerti lakos által hajtott Koliken típusú kerékpárnak ütközött. Az ütközés következtében a kerékpáros elesett és 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Itt a jó idő. Előkerültek a kerékpárok mellett a motorok is. Néhány jó tanács a motorosoknak. A szezon első motorozása előtt ellenőrizze a motorkerékpár műszaki állapotát. A hosszú téli szünet után újra meg kell szokni a motorozást, és a forgalom többi tagjának is meg kell szoknia a motorosokat. Fontos a fokozatosság. Idő kell, hogy újra berögzüljenek az előző szezon rutinos mozdulatai, manőverei. A szezon kezdésekor még a haladó motorvezetőknek is érdemes gyakorolni a vezetéstechnikai trükköket, természetesen forgalommentes területen. Motoron ülve legyenek minden esetben udvariasak, előzékenyek, maradjanak éberek, és próbálják meg felmérni az adott helyzetben leselkedő veszélyeket. Ne egymáson vezessék le a feszültséget. Az élet, a közlekedés, a motor mindig okozhat meglepetéseket. Reálisan mérjék fel a tudásukat, és ne menjenek bele olyan helyzetekbe, aminek a kimenetele kétséges. Közúti gyorshajtás balesethez vezethet. Motorosokra a relatív gyorshajtás a jellemző, ami a körülményekhez viszonyított túl nagy tempót jelent. Szabálytalan irányváltás, előzés és bekanyarodás is gyakori baleset forrás. Motorozás közben fontos a megfelelő védőfelszerelés, még az utasnak is. Hosszabb motorozás esetén tartsunk pihenőket. Az út, a forgalmi, az időjárás és a látási viszonyoknak megfelelő közlekedés elengedhetetlen. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!